Hatodik mérkőzésére készült a legutóbbi hétvégén a szombathelyi Pingvinek női jégkorong csapata. Az U25-ös B csoportban szereplő vasi lányok alaposan meglepve mindenkit, stabilan a középmezőnyhöz tartoznak. A DVTK jeges medvék elleni összecsapás nagy kérdése az volt, hogy vajon melyik együttes stabilizálja a helyét a tabellán. Mindkettőnél akadtak hiányzók, de az a zalaegerszegi pályán megrendezett összecsapáson a Pingvinek domináltak. Az első harmadban Fullár Emma, Tausz Hanna és Horváth Júlia góljaival már 3-0-ra is vezettek a szombathelyiek. Növelhette volna előnyét a vasi alakulat, de egy védelmi megingás után előbb a szépítés, majd az utolsó harmadban az egyenlítés is sikerült a borsodi együttesnek. A vendégek már lélekben a hosszabbításra készültek, amikor a 60. percben Tausz Hanna és Fullár Emma együttes erővel sodorták a pakkot a kapuba, kialakítva ezzel az 5-4-es végeredményt. Csergő István edző szerint a tanítványok kiválóan megértik egymást a kritikus pillanatokban, és a szerencse is melléjük állt. Ők egymás közt tudnak átadni pozitív információkat, hiszen valakinek van már tapasztalata e téren, és kitűnően tudják állandóan biztatni egymást, húzzák egymást. Az, hogy ilyen szerencsés ez a dolgok fejben kezelése, hát ezt ebben az ügyben még nekünk is kutatnunk kell, mert néha-néha összenézünk az edzőtársammal, aztán csak vigyorgunk, hogy olyan helyzetekben, amikor a fiúk pánikba esnek, akkor ezek a lányok profi módjára kezelik a dolgokat. Sikerének köszönhetően már 3 győzelem és 3 vereség áll a szombathelyi Pingvinek neve mellett. A lányok vasárnap a még veretlen FC 60 Girls otthonába látogatnak. Az összecsapást 14 órakor rendezik a 60-i jégcsarnokban.